Sziasztok, időjárás után! Most a Toho 3 The Phantasmagoria Deep Dream-et fogom játszani. Ez már egy angolsított verzió. Látjátok ezt? Tehát ez is bizony, hogy angolsított, mert előzőleg japán jelírásokkal voltak, amiben nem voltak baszolva szövegek. De itt már nincs elbaszolva. Reimu kontra Marissa. Léci fogás. De hogy tudod ilyen hamar ide érni? Nem áll! Miért nem éri már a találat? Megvan! Ez fura. Marissa ilyen gyenge volna. Talán nem gyakorolt eleget. Reimu kontra Kana. Ez az! Levadjátok! Az nem találás! Honnan jöttél? Reimu kontra Ellen. Már vissza! Hagyd már abba!
Talál már el! Úristen, ez aljas volt! Sajnálom, de mi megszoktam a válaszodat. Tükörcsata. Hát miért mindig ott jönt van? Ez nagyszerű. Nagyszerű. Hát nem boldog az, hogy te maga ellen küzdött. Tényleg hamis volt? Igaz győztesítesz engem, hogy magam ellen győz? Rému kontra Rikako. Végre! Mi van azok a ruhákkal? Lehetnek lehetsz ezen a világon, de elég furcsa a India kutatásban. Rémunk kontra Kotohime.
Na ez kapja akkor! Hát egy közel vagy Gosztics, melyik mit ilyetet szerzi. Csak egy maradt hátra. Hogyha legyőzöm őket, már nem lesz több riválisom. Rému kontra Mima. Fasz! Léci! Nem a szakadjon már így van! Please! Azt hitted, mi? Come on! Hát nem fogok feladni, nem könnyen! Né, hagyd abba, elég! Nincs elő a semmiből! Találja már valami! Na kurva anyám, miért nem tartottad már el? Ez nem volt fel! Aktiválja. Indítsás. Né, baszki! Ne! Hagyd abba!
vagytok, hogy innen! Gyorsítottak, nem tudok időben eltűnni onnan! Na győzz már le a végszemére! Né, írj már vissza! Na végre! Igen, legyőztem Mima. Ahogy sejtettem, én vagyok a legerősebb. És most már beléphetek a romokba. Kíváncsi vagyok, mi lesz ott. Mi ez? Tényleg romok ezek? Nem mozdul! Ha? Mi folyik itt? Tehát te vagy a legerősebb borázat használó. Gyere velem azonnal! Miről beszélsz? Ez egy halálos fegyver. Kicsi. Hogyha élvont az életet, tedd azt, hogy mondod. Mit jelent ez a sok rom? Egy rejtélyesebb múlja vagy ilyesmi vagy? Persze, hogy nem. És el sem hiszem, hogy ezt gondolod. Hogy azt gondolod, hogy ezek romok. Egyébként gyere be! Jumé, mi oda baszni ki egyet? Hát, amit idegesítőt, pedig szolgoztató. És még dupla befont is beverni ki. Megérzed a vendégeinket, amit vártunk. Kik vagytok ti? Ő a hajó kapitánya, Jumé mi Okazaki. Örök, hogy látod. Ő meg a legénység tagja, Chiyori Kitashirakawa. Örök, hogy látod. Álljunk csak, ez a hajó. Így van. Mi hajónak hívjuk, de ez nem tud a vízen menni, repülni az égben, vagy űrbe menni, vagy ilyesmi. A kutatás miatt vannak itt, ami a teóriájához kéne. És megtalálta. És látta a varázslatot. De ez nem varázslat. Az isteni erő nem varázslat. De akkor is varázslatot nevezik. Most azért jött ide, mert bizonyára adni akarna valamit. A jegyzettöm ezt állítja. És aki meglátogatja ezt a bizonyára, a boldogsággal teljesíti. Szóval ezért jöttél ide. Tehát nincs más választás ez ügyben. De tanulmányozni akarja az erejét. És akkor akadémiának a bosszút áll. Akkor utána megosztja azt az elméletet, hogy a varázslat létezik az elmélete szerint. De kinevették ezükben az akadémiát. És elég erős a varázslatom. De hogyha a varázslat nincs szükségük, elég elfogadható.
azt akarja, hogy Chiori harcoljon vele. És ettől félte. És megint dupla oda baszni ki. Ha veszít, akkor bizonyára nem tud tanulmányozni semmit. És nincs egy... Rémukonta Chiori. Pont ő! Háj, felszősen nyomtam meg a kurva nézerek! Né már! Sok! Most! Innen! Ahaj, nem a! Oh, shit! Ha aktiválja, akkor én is aktiválom. Ne, baszki! Kurva lézer! Ördögben, nagyon rosszkor! Muszáj gyorsan jönnötök! Né ide! Bassza meg! Gyerünk már! Már bele mindent! És most! Ez az! Chiori, gyorsan vesztettél. De, semmi, de! Nem tudott elég adatot adni. Megszerezni tőlem. Ha győztél volna, akkor csak haza küldhettük volna. Így van. Na, megtalálta a világon a varázslatot. Hát ezt talán kint akar visszaküldeni. És magáévá akar tudni. Tudok, hogy azt a... Elméletet. De én már legyőztem azt a kutatóvázat, amit te hoztál. Hogy tudná legyőzni? Ez csak egy imitáció volt. Imitált varázslat. Mert ez nincs egy súlycsoportban az igaz dolog. Ez nem használ varázslatot. A kutatás ereje van még benne. Tehát most emiatt kell harcolni. Most ölelt a kaját, ölelt. Most a legerősebb harcos sarkító. Ezt után kontra Yumemi Okazaki. Elsőre nem fog tudni győzni.
bármikor aktiválhatja. Vaski! Az egy japuskát sem csökkent le! Né! Vaj, az unnatlan maradt össze a szarral! Most mindent adj bele! De és ezért csak akkor... Vegyre, hogyha már aktiváltam magát. Gyorsan, most! Né! Faszomat! Miért most kell ilyen aljasan támadni? Ah, ez közel volt! Ma! Ne tart már érte! Aktiváld, amikor eljön az ideje. Na, mi lesz? Aktiváld már! Mindjárt aktiválja! Ne! Hát mi a fasz van? Miért nem abból meg ez a szón? Már csak két halat lehet érvényes! Gyerünk már! Né! Na, miért ne pusztultál már el? Jaj, ne! Gyorsan, végezz vele! Jó, miért tehet alá? Gyerünk! Végezz már! Né, itt! Magam! Né, itt! Vigyázz! Hát ez nem adja fel! Majd végezz már vele! Yes! Ez az! Igen! Úristen! Szóval az igazi válaszot nem tudtam legyőzni. Milyen frusztráló. Miért születtem erre a világra?
Ha ez így van, akkor megmutatom a kutatás igazi erejét. Be akarnál robbantani bolygót, de Chewie megakadályozza. Mert hogyha megteszi, akkor ők lesznek a rossz fiúk. Így akkor nem ért semmit az egész. Elég fájni ki ez a székes pofon. Az mondja csak viccel. Mert a Balázs a tanulmányozást feladja. Hát ezért tudod gyűjteni valamennyi adatot az akadémiához. És mi a vágya? Hát minden nap söpörnie kell a szentélyét, és sose ér véget. Egy androidot akarna adni. De megint tudom azt neki, mert veszélyes. Ő az az android. Szolgálnak környék jött Mark Chewie, mert úgyis oda baszod neki. Az android neve Rukoto. Később. Hogy megy a takarítás? Hát valóban segít neki abban, hogy egy takarítson szentély körül. Hát elég boldog, őrvezi magát. Hát minden munkát elvégezte. A magas technikája, dedikálisan használnak. Hol akarja, jól takarítson? Ahová akar? Hát a tulajdonosánál is tovább ér. Vége.
Hát összes számban egy 19.054.640. Nem volt semmi folytatás, képessége 51%-os. Jó, azt meg érdemes is beírni. Ez akkor történik, ha nem Chiyo-it vagy Yumi-mit választom. Hagyd az sok a takarítást. Amióta eltűntek, ez a kettő egy nagy rendetlenség lett, és fájdalmas ez neki, és unalmas. Az akadémiába kirúgták, visszatértek. Jó, ennyi volt. Ha tetszett, iratkozzatok fel az Eszutásra, az Eszután 2-es csatornára. Legközelebb még a többi játszató partet is kipalmett, mindegyik, hol más az ending. Úgyhogy már a búcsúz.